A húsvétra készülve egy izgalmas ünnepváró eseményen vehettek részt Tarcalon a 6 Puttonyos Borfaluban március 23-án. A húsvét a keresztény hit fontos ünnepe, amellyel Jézus Krisztus feltámadását ünneplik. Szerte a világon különféle hagyományok és jelképek kapcsolódnak hozzá, mint például a tojásfestés és a húsvéti nyúl figurája, amelyet Tarcalon is megjelentek. A program délelőtti kézműves tevékenységekkel kezdődött, ami során tojásokat festettek és húsvéti dekorációkat készítettek, amelyeken megjelentek az ünnep legfontosabb motívumai. Kihagyhatatlan ilyenkor a tradicionális piros tojás. Hagyománya számos kultúrában elterjedt, de a legtöbb helyen a piros szín az újjászületést és a tavaszt jelképezi. A tojásfestés örömteli tevékenység, amely családokat és barátokat köt össze az ünnep alkalmával. A továbbiakban a Csiribili Együttes Jön a Nyuszi című műsorát láthatták, ami kicsik és idősebbek számára is egyaránt szórakoztató volt. A lába megszel, táncba kezd, lerúg a cipőt dobni, de hiába mostam én ma meg, még most is csetlik-botlik. Ajj, ajj, ez mutva tallam táncra, mégis jó, ki énekelni nem akar, az tudja meg a ló. Ajj, ajj, ez mutva tallam táncra, mégis jó, ki énekelni nem akar, az tudja meg a ló. A zenés mulatságot követően a megjelentek húsvéti tradicionális finomságokat kóstolhattak meg, mint például a fonott kalács és a sonka, amelyek minden háztartásban megtalálhatóak az ünnep során. Ugyanakkor jellemzőek a tojásos és tormás fogások is az ünnepi asztalon. A későbbiekben az udvaron felöltöztették a húsvétfát, illetve igazán népszerű volt a tojáskeresés is. A tojáskeresés húsvéti hagyománya Magyarországon és számos más országban is mélyen gyökerezik. A gyerekek gyakran korán reggel az ünnepi készülés részeként kertekben vagy lakásokban kutatnak tojások után, amelyeket a húsvéti nyuszi vagy a szülők rejtettek el. Korábban ezek kimondottan festett vagy díszített tojások voltak, de napjainkban a csoki tojások is egyre elterjedtebbek. A nap folyamán állatsimogató is várta a kicsiket nagyokat, ahol az ünnepkörrel képülő szolgáló nyuszikat és bárányt tudtak megsimogatni. A remek hangulatban eltöltött esemény magába foglalta a közkedvelt húsvéti szokásokat, amelyekkel közelebb kerülhettek az ünnephez, de ugyanakkor közösségformáló hatása is volt a húsvéti mulatságnak.